úgy néz ki, hogy setup része van neki. Hát, nincs kedvem, és itt kell megadni a felhasználó nevet. Meg lett adva! Adok neki egy kódot. Na, engedj itt tovább! Kéri, hogy erős legyen a jelszó! Sem egyezik meg. Bírom! Na, engedi meg! Kedves speciális karakter is! Még egyszer beírom. Az egészet. Újból! Eléggé nagy jelszót kér! Kezdik meg. És most fogom elkezdeni a Fedorába. No, ez legújabb GMO 41-es van rajta, másik asztali környezettel nem lehet, nincsen hozzá, csak ez az egy van, és kellett rajta
próbálni, mire is képes. Mondtam, hogy azt fogom megnézni, hogy a kamera, ha full HD lesz, hogy fog akadozni, vagy nem fog. Ilyen ablakok. És rákendig menne erre az activities-re. És kit ki lehet használni, milyen alkalmazás legyen. Az összealkalmazás, ami rajta van. Kettő, három, négy, és van ilyen belítások rajta, rajta van a LibreOffice, van ilyen fotók, van rajta Disconnect Analyzer, Problem Report, Screen Hot, fontok, ez ilyen rövidke, megismerkedés. Itt meg voltam lepődve, hogy az elején kér egy erős jelszavat. Nem úgy, mint az Ubuntu, a Debian, hogy egy-kettő jelszó, erőset kér, van miatt. Kicsikét lesz rajta tepítve ez az OBStudio. Azért lesz, hogy ne felejtsem el a jelszót el holnap, hogy rögzüljön az agyamba. Nem sokszor írod be, akkor el lesz rejtve. Szokás szerint ez a munkás kép van. Többször mondtam azt, hogy ilyen munkás, sötét képek elég jó fel tudnak degesíteni, tisztára, szemcsés, csúnya, undorító. Ilyen szociális soknak megfelelő, de nekem nem. Ugye át is állítom. Szokásosan, hogy ne jegyezzem meg a böngészőt, minél jobban legyen az agykapacitás növelve. Tartoz! Red Hat alapon van. Szponzorja a Red Hat neki. Ez az officiál, és felszőre neki. És vannak, amik már plazma verziók, hát az még jobban akadozik, mint a GMO verzió. Hát úgy néz ki, hogy ez a hivatalos verzió lett rajta. És ez az OBStudio. És most ki lesz, fog derülni az, hogy fog akadozni, vagy nem fog. Szokás szerint ez a Debian alapú rendszernek jön be. Az Arch Linuxon, sudo pacman obstudio. Ez az Arch Linuxon van, Fedorán. Nem külön kell hozzani ilyen repókat. Egyáltalán létezik az, hogy terminál ablak. Nem. Külön rá kell menni. És itt van az, hogy terminál. Be kéne a kódot. Néz ki még a jelszóra. Emlékszek? Kiderül az, hogy felismerte egyáltalán az Nvidia grafikus kártyát.
Multitasking. Kapcsolom. Elég. Az alkalmazások rajta. Hát nem találom. Verlandos verzió vagyok. Lehet váltani a... az iszorgra is. Verland. És ki van írva, hogy milyen csomagok is fognak rákerülni. Rajta zoomolni. Töltögetni. És gondolkozzak, hogy kilépek, és akkor X-szerveren elindítom az A-stúdiót. Most már fel is fogja telepíteni rá! Kis fog derülni! Mást akarok nézni. Melyik arra, hogy... log out. Van! Van GLM on Classic, GLM on X-Org. Hát, ezt próbálva a kamera, a GLM simán, és aztán ezt próbálva a másikon is. Mondom, hogy eddig nem lett egyszerűse. Nem tudom, hogy fog viselkedni a rendszer. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!